A vízvilágnapja. Nem csak egy program, hanem egy sorozat lesz Kanizsán. Tavaszi gála a Szkesnél. Nagy volt az érdeklődés. A fiatal táncosok kétszer is megtöltötték a HSMK-t. Jó kezdés! 4-1-re nyerte az első tavaszi bajnokián az FC Nagy Kanizsa. Jó estét kívánok, Vuk Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója március 4-én hétfőn. Jönnek a részletek. A vízvilágnapja alkalmából nem csupán egy program, hanem egy egész hetes rendezvénysorozat lesz Kanizsán. A szervezők a Pannon Egyetem, a Kán Károly Környezetvédelmi Egyesület és a Sós Ernő Kutatóközpont összefogásának köszönhetően vándorkupa, 3D-s modellkészítő, valamint fotó- és rajzpályázat is várja az óvodásokat, iskolásokat, valamint a téma iránt érdeklődő felnőtteket. A március 18-án kezdődő programsorozat részleteiről a mai sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. A legkisebb korosztály az óvodások számára 3D-s modellkészítő versenyt hirdettek, amelyre a gyermekek az óvónőkkel közösen készített munkákat adhatják be Nekem a Balaton címmel. A fotópályázatra a természetben készülő, vízhez kapcsolódó pályamunkákat várják junior és senior kategóriában. Az egyik legnagyobb érdeklődésre számottevő eleme a sorozatnak a vándorkupához kapcsolódik. Egy egész hetes nyílt labor és ahhoz kapcsolódó interaktív foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket, általános középiskolás korosztályokat. Aztán vízvilág napján kifejezetten a vándorkupának nevezett programsorozatra várjuk 10 fős csapatoknak a jelentkezését, felső tagozatos diákokból berbúválódott csoportokat várunk szeretettel, és a legkörnyezettudatosabb iskola címet fogjuk az elnyert számára oda ítélni. Tulajdonképpen itt olyan feladatokat oldanak meg, amik a vízhez kapcsolódóak, különböző partnercégek segítségével valósítjuk meg a különböző állomáspontokat a város különböző területein. A szervezésből a Pannon Egyetem és a Sós Ernő Kutatóközpont mellett a Kán Károly Környezetvédelmi Egyesület vállal nagy részt, így néhai elnökük Benedek Miklós emlékének is adóznak. Ha itt Kanizsán megemlítjük a környezetvédelmet, a vízvédelmet, a hulladékgazdálkodást, akkor mindenféleképpen ő egy kikerülhetetlen személyiség, és annak is kell maradnia itt Nagykanizsán, mert ő volt a mi elnökünk, és ő indította el ezt az egész programot itt a városunkba. Ugyan akkor még kicsibe ment, egy plakátverseny volt, ahol, ami a HSMK-ba ért mindig véget. Mi ezt egy kicsit újra gondolva, túl gondolva egy egész programsorozat alakítottuk. A szervezők elsődleges célcsoportja a fiatalság, de mint az elhangzott, másként kell megszólítani az óvodásokat és a kisiskolásokat, és másként a felső tagozatos tanulókat, valamint a középiskolásokat. Ezért sokrétű az idei programsorozat, amelynek részleteit minden érdeklődő megtalálja az intézményekben és az internetes felületeken. A tudatos táplálkozásról tart előadást Nagykanizsán Csicsor János. A zalai származású vegyészmérnök március 11-i programját a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület szervezi. A helyszín a Városi Könyvtár lesz. Az esemény részleteiről pénteken tartott sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület. Több mint 10 éve került a szervezet látókörébe egy egészségmegőrző program. Azóta is rendszeresen szerveznek véradásokat és ilyen jellegű eseményeket. Most egy fontos témával, a tudatos táplálkozással kapcsolatban hívtak egy szakértőt. 11 évvel ezelőtt volt a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületnek egy nyertes EU-s programja. Az volt a címe, hogy a legfőbb érték az ember. Akkor egy 2 éven keresztül egészség megőrzéshez kötődő tevékenységet, programokat szerveztünk. Akkor azt követően pedig a fenntartási időszakot úgymond nem zártuk le, hanem a mai napig, tehát még 11 éve a nyertes pályázatot követően is fenntartjuk ezt a programunkat. És ennek az egyik első, illetve legfontosabb állomása, hogy dr. Csicsor János tart előadást. A tudatos táplálkozás mellett Csicsor János kiemelte, az előadásában szó lesz arról, hogy miként jutottunk el odáig, hogy az ételeink már nem biztos, hogy jót tesznek nekünk. A szakember kitér arra is, hogyan tudunk eligazodni a világban, milyen kiutak vannak, hogy megtaláljuk az egészséges táplálkozásnak az alapjait.
elsősorban azt szeretném feszegetni, hogy hogyan alakultak ki a problémák, tehát mi az, ami a problémát okoz, és utána pedig, hogy ne csak riogassuk az embereket, hanem azt is, arról is beszélünk, hogy hogyan lehet ezeket kivédeni, hogy hogyan lehet tudatosan megválogatni azt, hogy mit tegyünk, illetve ne adj Isten otthon, mit tudunk mi megcsinálni, mert nagyon sokat tudnánk tenni magunkért. Otthon a kiskertbe, a kenyérsütés, vagy a... Tehát csak ezt tudni kell, hogy mit és miért. A program pontos időpontja március 11-e 17 óra, a helyszíne pedig a Városi Könyvtár 3. emelete. Megtartotta tavaszi gáláját a Sketch Dance. Az esemény iránti érdeklődésre jellemző, hogy az ifjú táncosok kétszer is megtöltötték pénteken a HSMK-t. A 26 éve alapított egyesületnél immáron tradíciónak számít, hogy két versenyévad között a legjobb produkcióit bemutatja a publikumnak. A műsorban legfiatalabb színpadra lépők alig 3 évesek voltak, de minden korosztály bemutatott néhány gyakorlatot. A repertoárban helyet kaptak azok a produkciók, amelyek 2 hét múlva versenyen debütálnak, de azokat is láthatta a publikum, amelyek az előző évben sikert hoztak a csapatnak. A műsorból az Erdőtűz című koreográfia sem maradhatott ki, amely az International Dance Open Awards-re is kijutott. Voltunk egy decemberben egy nemzetközi versenyen, ott az egyik koreográfiánkat a zsűri úgy értékelte, hogy tovább jutottunk egy szerbiai nemzetközi versenyre. Ez egy meghívásos verseny volt, ami majd áprilisban lesz, ez a tavalyi koreográfiával, úgyhogy hát az edzéseken ugye készülünk arra is. A csaknem 2 órás programban összesen 180 táncos vett részt 21 koreográfiával. A fellépők többsége már évek óta tagja a Látványtánc Egyesületnek, többek családi vagy baráti hatásra jelentkeztek a Sketchhez. 3 évesen kezdtem a táncolást, azaz idén 10 éve. Hát a nővérem jó voltából kezdtem el táncolni leginkább, nagyon megtetszett kiskoromba, babakorom óta jártam edzésekre, és ott anya ölébe kicsit úgy szoktam a környezetet. Számos versenyző volt, aki több produkcióval is a közönség elé lépett. Fizul Amina az egyesület egyik legsikeresebb versenyzőjeként csapatban és egyéniben is színpadra állhatott. A fiatal táncos elmondta, némileg megterhelőnek érezte, hogy egy napon 2 alkalommal is be kellett mutatnia a koreográfiákat, de az évek alatt már hozzászokott ehhez a terheléshez. Teljesen elégedett voltam, azt gondolom, hogy rengeteget készültünk erre, és megértem, mert eléggé jól szerepeltünk, azt gondolom. A szóló produkciómmal kapcsolatban hát keveset tudtam rá gyakorolni, de valahogy összehoztam. A gála zárásaként a Sketch táncosai egy közös produkciót is bemutattak a közönségnek. Hölgyeknek szóló jazz koncertet rendeztek egy héttel nőnap előtt a Honvéd kaszinóban. Az eseményen a Nagykanizsai Zeneiskola pedagógusai is felléptek. A szervezőkben az adventi forgatagban fogalmazódott meg egy Honvéd kaszinóban tartott jazz koncert ötlete, amelyet végül összekapcsoltak a nőnappal. Az intézményben számos olyan civil szervezet és egyesület működik, amely fontosnak tartja megünnepelni a hölgyeket, így a mostani fellépés lényegében a jövő heti programok előfutára is volt. A Honvéd Egyesület, a Határőrök, a Hölgyklub, hát ők azért az a generáció, akik bizony erre kényesek, hogy március 8-án a hölgyeket köszönteni kell. Igen, a jövő héten számtalan nőnapi rendezvényünk lesz. A szervezők elsősorban a zeneiskola pedagógusai között kerestek fellépőket. Sajni Pálma főszervező szerint az élő zenére mindig igény van, ezt a teltház is bizonyítja, így nem elképzelhetetlen, hogy a mostani jazz koncert egy eseménysorozat kezdete is lehet. Ez főként Kém Sándornak volt a megkeresése, és hát hál' Istennek mindenki nagyon nyitott volt. És ami a legfontosabb, hogy sok hölgy vesz részt a mai előadáson, és nagyon bízom benne, hogy egy sikeres és nagyon hangulatos eseménynek leszünk részesei. Kém Sándor bőgős örömmel vett részt az előnőnapi örömzenélésben, és a szervezésben is szívesen segítkezett. A 8 főzenekar olyan, elsősorban hölgyeknek szóló érzelmesebb dalokat állított színpadra, mint a Somebody Loves Me, vagy a Songs from a Secret Garden,
De a repertoárban a vidáma feldolgozások is helyet kaptak. Sajnos kettő énekesünk nem tudott eljönni, ezt nagyon sajnáljuk, és ez miatt is a repertoárt át kellett alakítani. Hát természetesen szerelmi dologról van szó, kapcsolati dologról van szó, és hát egy nyárias dalocskát, mert már nagyon várjuk a nyarat, ezzel is nagyon szeretnénk közönséget megmutatni. A zenészeket több énekes, köztük Pál Júlia kísérte az est során. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A háború 5 alapelve. Kiskanizsán mutatta be könyvét Ruszin Szendi Romulus, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka. Jó kezdés! 4-1-re nyerte az első tavaszi bajnokián az FC Nagykanizsa. Könyvbemutatóval egybekötött előadással vette kezdetét a 6 történelmi esték programsorozat idei évada. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartott eseményen Ruszin Szendi Romulus altábornagy ajánlotta a résztvevők figyelmébe a Háború 5 alapelve című kötetét. A háborús alapelveket mindig vérrel írták meg, fogalmazott előadásában Ruszin Szendi Romulus. A Magyar Honvédség korábbi parancsnoka kiemelte, a témával már az ókori Kínában is foglalkoztak, ám a modern háborúról Napóleon korától beszélhetünk. Az akkori alapelvek a mai napig megállják a helyüket szerinte. Azonban a modern hadviselés annyit változott, hogy érdemes őket 5 gyűjtő fogalom köré csoportosítani. A kötetben az orosz-ukrán és a palesztin-izraeli háború is fontos szerepet kap. Az altábornagy szerint ezek abból a szempontból eltérő konfliktusok, hogy előbbi néhány év alatt robbant ki. A két nép, a két nemzet nagyon sokáig testvérként élt együtt, és mégis érdekes, hogy gyakorlatilag egy évtized alatt hogy fordultak egymás ellen, és mekkora gyűlölet került most a felszínre, ami megint csak fegyveres konfliktusba torkolt. A megoldás nagyon nehéz. Addig, amíg a háborúknak a gyökereit nem találjuk meg, addig a feszültség fenn fog maradni. Lehet, hogy lesz tűzszünet, hiszen ez többször előfordult, de a probléma igazi gyökerét kell megtalálni és arra megoldást találni, különben ez a bizonyos parázs ott fog lappangani a földfelszín alatt később is, és bármilyen kis szikra újra lárba boríthatja. A könyv szerzője katonai pályafutása során megjárta Afganisztán, Irak és Ukrajna hadszíntereit, és csaknem egy évtizede kezdte el írni a kötetet, amelyet a hadsereg parancsnoki pozícióból való távozása után fejezett be. Szerinte a háború 5 alapelve nem csak a katonáknak, hanem a versenyhelyzetben élőknek is segítséget nyújthat a problémák megoldásában. A kötet a megjelenése óta rendkívül népszerűnek számít. Egyszer egy operaénekes mondta, hogy meghívták a Milánói Szkálába, és kérdezték, hogy jó volt? Mondták, hogy jó, de az igazi az, hogyha visszahívnak, és még egyszer szeretnének meghallgatni. Azt tudom mondani, hogy most már számolni is nehéz, hogy hány városba hívtak el, és jönnek el az olvasók, hogy találkozzanak személyesen velem, és a könyv mentén felmerülő kérdéseket beszéljük meg közösen. Ruszin Szendi Romulus a kötet bemutatóval egybekötött előadásában filmjeleneteken keresztül is megismertette a résztvevőket az általa vázolt alapelvekkel. Megrendezte a hagyományosnak számító borversenyét a Nagyrécsei Önkormányzat és a Bacónak Hegyért Alapítvány. A megmérettetésen összesen 18 mintát minősített a szakmai zsűri. A környékbeli gazdák csaknem másfél évtizeden minden évben összegyűlnek az Inkei kastélyban, hogy próbára tegyék boraikat. Az előző években átlagban 3 tucat bort neveztek, most ennek a felét vitték a zsűri elé. A szervezők szerint ennek az oka a hektikus időjárás miatt kialakuló problémák mellett az volt, hogy egyre kevesebben művelik a szőlőt. Szőlőtermesztés, az nem lehet úgy, hogy ott hagyom, tehát ott, amikor menni kell, ott menni kell, a szőlőre vigyázni kell, a betegség, ha sok eső van, ha sok a napsütés felvádva hozza a betegséget, tehát ott nincs olyan, hogy szabadságon vagyok. Sokan úgy voltak a tavalyi évben is, hogy elmentek nyaralni 10 napra, mire hazajöttek, elvitte a betegség a szőlőjüket. A szakmai zsűrit az elmúlt évekhez hasonlóan Förhénci Horváth Gyula, Skanec István és Kápolná Zoltán alkotta. A döntnökök 13 fehér, 3 vörös és 2 rozé bort kóstoltak.
A gazdák közül többen visszajáró vendégnek számítanak a récsei versenyen. Tóth Árpád az elmúlt másfél évtizedben több sikert is aratott. A borász idén is gazdag kínálattal készült. 4 tételt hoztam a mai versenyre, egy Chardonnay-t indítottam, egy Sauvignon Blanc-t, illetve egy kékfrankos rozét, ez mind a 3 friss, tehát 23-as évjárat, és kíváncsiságból egy 22-es évjáratú furmintot is visszahoztam a bírálóbizottság elé, ami tavaly már egyébként megmérettetett, de én úgy gondolom, hogy azóta a palack kérleléssel talán még egy kicsit fejlődni tudott. A gazdák szerint a legutóbbi évjáratban főként a savasabb borok voltak többségben. A zsűritagok 5 arany, 3 ezüst és 10 bronz minősítést osztottak ki a nagy récsei borversenyen. Magabiztos győzelemmel kezdte a tavaszi szezont az FC Nagykanizsa. Gombos Zsolt csapatának vasárnap a sereghajtó, de alaposan megerősített Dunaújváros volt az ellenfele. A dél-zalaiak 2 új igazolása, Major Ernő és Winkler András is betalált, mellettük Pintér Dániel és Lőrinc Bence volt eredményes. A végeredmény 4-1 lett. 6 új játékost igazolt a télen a bentmaradásért küzdő Dunaújváros, akik mind kezdőként futottak ki az Olajbányás stadion gyepére. Az első percekben volt is egy lehetőség a vendégeknek, de az eladott labda után Jakab lövése levágódott egy hazai lábról. 2 perccel később jött az első hazai akció. Kondor a saját térfelén lőtte ki Winklert, az új igazolás 2 védőt is megvert a szélen, majd jól passzolt a szintén télen érkező Majorhoz, aki meg is szerezte első kanizsai gólját. A játékrész további részében főleg a kanizsa bal szárnya volt aktív. A Varga-Lőrinc duót többször jól ment el a szélen, utóbbi egy kapufát is fejelt a 20. perc tájékán. A szünetig jobbára kemény küzdelmet láthattak a nézők, főleg Majort buktatták többször, de újabb gól már nem esett. A második félidő is hasonló forgatókönyvvel indult, mint az első. A kanizsa rögtön az első helyzetét kihasználta egy nem mindennapi góllal. A szöglet utáni labdát Szökronyos ívelte vissza, majd Pintér fejelte kapura, meglepve ezzel a rosszul kijövő halasít. 2 perccel később egy védelmi megingás után szépíthetett volna a Dunaújváros, ezúttal azonban Tapiska nem élt az ajándék lehetőséggel. A második gól érezhetően megfogta a vendégeket, több esélye is volt a kanizsának, hogy eldöntse a meccset. Előbb Lőrinc előtt adódott egy lehetőség, de Halasi védeni tudott. Aztán Varga sokadik jó beadása találta meg Majort, aki 5 méterről fejelt fölé. Kovalovszki Máté pedig Winkler célozta meg hajszálpontos indítással. A szélső egy jó csel után lőtt az alsó felé, de Halasi itt is hárított. Alig 5 percet kellett még várni Winkler következő helyzetére. Ekkor Pintér vette észre Kondort, aki jól lépett ki a belógó kis mellett, a kipattanót pedig a Tisza Kécskéről érkező szélső pofozta be. 3-0 után leült a meccs, mindkét csapat többet cserélt, az irány is jóval visszafogottabb lett. Erre aztán jól tudott reagálni az Újváros, Szepesi beívelése után Zsámje tűnt el, de a bíró sípja néma maradt. Ezt pedig a 2 fiatal vendégjátékos Gál és Kozma megbüntette. 3-1-nél próbált volna feljebb lépni Dobos Barna csapata, de gyorsan jött az újabb kanizsai válasz. Kondor ismét harciasan tartotta meg a labdát, majd az utolsó 20 percben a középpályán szereplő Kovalovszkit hozta játékba. A csapatkapitány pedig Lőrincnek továbbított, aki a sokadik helyzetét már kihasználta, kialakítva a 4-1-es végeredményt. Gombos Zsolt szerint a második félidő hozott igazán jó játékot a hazai csapat részéről, de már az első játékrészben is legalább 3 gólt rúghattak volna. A hazai tréner egy 10-15 perces periódust leszámítva elégedett volt, külön kiemelve a támadó szekció teljesítményét és az új játékosok kiváló debütálását. Úgy érzem, hogy feljavult a játékunk, szereztünk szép gólokat. Az, amit mondtam, hogy 3-0 után kicsit úgy éreztem, hogy belenyugodtunk, visszavettünk, de a kapott gól ennek is köszönhető, de mondom ennek a, hogy kiesett ott a belső védő. Örülök annak, hogy a támadó szekció játékosai mind a 3, tehát a 2 szélső centerünk is gólt szerzett ezen a mérkőzésen. Örülök annak is, hogy mind a 3 új játékos bemutatkozhatott, és úgy gondolom, hogy jól teljesítettek. A télen érkezők közül Major és Winkler is betalált, ráadásul érezhető volt, hogy jól megérti egymást a 2 igazolás. Nagyon nehéz volt, 2 azért nagyra termett belső védővel kellett folyamatosan csatározni.
de megoldottuk a feladatot, szóval nincsen probléma, a csapat is nagyon jól játszott, meg tudtuk őket bontani, kihasználtuk a helyzeteinket, így mindenki boldog a végén. A vendégek trénere Dobos Barna, akárcsak Dunaújvárosban, ezúttal sem adott interjút. Az FC Nagykanizsa vasárnap ismét egy az alsó régióhoz tartozó csapattal meccsel. A piros-kékek ellenfele akkora 12. helyen álló Mohács lesz. 7-3-as győzelemmel zárta a sakkozók szuperligájának 5. játéknapját a Tuxera Aqua Profit Nagykanizsai Sakklub. A haladás elleni siker azért is fontos volt, mert így a címvédőgárda megtartotta első helyét a tabellán. A 15-szörös bajnokcsapat hosszú győzelmi szériája szakadt meg a legutóbbi fordulóban Ajkán, így a bajnokság ismét nyíltá vált. Nádasi Tamás klubelnök kiemelte, a múltkori vereség alig néhány apróságon múlott, így a haladás ellen a javítás volt a játékosok célja. Az erősebb csapatoknak is egy-egy rosszul kijövő mérkőzés számíthat. Ott egyébként egy játékosunk Amerikából jött haza, a jetlaggel küzdött, és a parti végére elfáradt. Tehát ott, hogyha győz, vagy döntetlen ér el, akkor vagy mi győzünk, vagy pedig az egész csapatnak a mérkőzése döntetlen eredménye zárult volna, az nyilván nekünk megnyugtatóbb lett volna. A szombathelyieknél nem játszott az első táblásra Port Richard, de így is erős csapatokkal álltak ki a felek. A kanizsaiak végül 7-3-ra nyerték a mérkőzés sorozatot, miután Andrej Volokitin, Márkos Róbert, Medvegyi Zoltán, Acél Gergely és Gara Anita sem talált legyőzőre a saját partiában. Féltávnál úgy tűnik, hogy hármas csata bontakozik ki a végső sikerért a Tuxera, a Paks és az Ajka között, így minden fordulónak nagy jelentősége van. Volt egy körbeverés a három legerősebb csapat között, ugye mi az első fordulóban elég alaposan megvertük a paksi csapatot, a paksiak megverték az Ajkát, az Ajka meg bennünket, tehát itt egy körbeverés van, de itt a mattarány számít, nem a győzelmek, az csak a holt verseny esetén számítana. Én azt gondolom, hogy izgalmas lesz, talán izgalmasabb, mint az eddigi 15 bajnoki címünk, amikor megnyertük, de én bízom benne, bízom a csapatban. Az élvonal küzdelmeiből még 4 fordulóval hátra. A Kanizsai Egyesület éljátékosai legközelebb vasárnap mérkőznek, akkor a Duókor Makói esélyese lesz az ellenfél. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. A vízvilágnapja. Nem csak egy program, hanem egy sorozat lesz Kanizsán. Tavaszi gála a Szkesnél. Nagy volt az érdeklődés, a fiatal táncosok kétszer is megtöltötték a HSMK-t. Jó kezdés! 4-1-re nyert az első tavaszi bajnokián az FC Nagykanizsa. Ez volt a Kanizsa TV híradója március 4-én, hétfőn. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön Vince Adél műsora a Mi Portánk. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!